Leiden, Hollandia, este 9 óra. Az Eurotransplant személyzete a szervek elosztásáért felelős központban épp rögzíti az aznapi donációs folyamatok adatait, amikor új szervdonort jelentenek. A szervek elosztásáért felelős központ biztosítja a kapcsolatot a donorok és a recipiensek között a hét mindennapján, a nap 24 órájában. A szervátültetés céljából eltávolított szervek csak rövid ideig maradhatnak az emberi testen kívül, így az idő rendkívül fontos tényező a szervek elosztása során. Az értesítés egy magyarországi donorról érkezett. 30 éves férfi, akinek több szerve is átültethető mások életminőségének javítására, vagy akár életük megmentésére is. Szív, tüdő, máj, hasnyálmirigy és a vesék. A szervelosztásért felelős központ munkatársai ezt követően megkezdik a munkát néhány beteg érdekében, akik szervre várnak. Az Eurotransplant nemzetközi szervcsere szervezet, amely összeköti Hollandiát, Belgiumot, Luxemburgot, Németországot, Ausztriát, Szlovéniát, Horvátországot és Magyarországot. Ezen térségen belül emberek ezrei várnak a megfelelő szervre, néha akár már évek óta. Néhányuk számára a várakozás élet és halál kérdése. Az Eurotransplant országok közötti különleges együttműködés szó szerint életeket ment. Ezen együttműködésnek köszönhetően jelentősen nőtt az esélye annak, hogy időben megtaláljuk a megfelelő szervet egy-egy várakozó számára. A magyarországi donornak több szerve is alkalmas átültetésre. A szervcsere szervezet munkatársai most néhány előre meghatározott protokollt követnek. Először ellenőrzik a donor adatokat, mint például vérvizsgálatok eredményeit, esetleges vírusok előfordulását és a szervkivétel tervezett időpontját. Amikor valamennyi adat ellenőrzése megtörtént, elkezdődhet a megfelelő recipiensek keresése. A donorszervek elosztása a várólistán szereplő páciensek között orvosi és etikai szempontok figyelembevételével történik. A sürgősség, a várható előny és a szervátültetés sikeressége is mind szerepet játszanak a döntés meghozatalában. A számítógép minden felajánlott szervhez listát hoz létre azokról a betegekről, akik megfelelő recipiensei lehetnek egy adott szervnek. A szelekciós lista olyan adatok alapján készül el, mint például a vércsoport, testmagasság, életkor, valamint a donor és a potenciális recipiensek testsúlya. A páciensek kiválasztása és regisztrációja a várólistán a legszigorúbb szabályok alapján történik, amelyeket az Eurotransplant országok nemzeti hatóságai határoztak meg. A lista legelején a legsürgősebb esetek vannak. Ez a csoport elsőbséget élvez az alkalmas donorszervek nemzetközi cseréje során. A listán ezután következik az összes olyan beteg, aki számára a donorszerv alkalmas lehet abban az országban, ahonnan a donorjelentés érkezett. Ezt követően a szelekciós lista tartalmazza más Eurotransplant országok alkalmas recipienseit is. Mivel nem minden szerv alkalmas minden betegnek, előfordulhat, hogy egy páciens, aki egy rendelkezésre álló donorszerv esetében harmadik a listán, egy későbbi szervfelajánlásnál például csak a 8. helyen szerepel majd. Ha az Eurotransplant országain belül nincs alkalmas recipiens egy szervre, azt felajánlják más európai országok partnerszervezeteinek, hogy az adott donorszerv ne vesszen kárba. A szervallokációs ügyelet munkatársai számára az egyezés keresése végső soron nem több, mint egy gomnyomás. E gomb mögött azonban kifinomult számítógépes rendszerek állnak, állandó online jelenléttel. Az Eurotransplant maga fejleszti és tartja karban ezeket a rendszereket. A szervallokációs ügyelet munkatársai egyszerre több szervallokációját végzik. Először mindig azokat a betegeket ellenőrzik, akiknek több szervre is szükségük van. Például néhány betegnek a várólistán nem csak új szívre, hanem egyúttal vesére is szüksége van. Good evening, this is Jessica speaking, Eurotransplant. A szervek elosztásánál a folyamat fontos eleme, hogy nem csak azt a transplantációs központot értesítik, amelynek a betege a lista élén áll, hanem azt is, amelyiké a második a listán.
Ha az első helyen álló beteg nem tudja elfogadni a szervet, a személyzet gyorsan a következő beteg központjára vált át, hogy ne veszítsenek értékes időt. Az allokációs központ személyzete az összekötő kapocs a donor és a recipiens között. Szerepük kulcsfontosságú. 6 hónapos képzésen vesznek részt az eurotranszplantnál, és évente értékelő vizsgát tesznek. Az allokációs csapat személyzete egy orvos szakértelmére is támaszkodhat, aki állandóan ügyeletben van, és tanácsokkal látja el a csapatot, ha szükséges. A szerveket 6 órán belül távolítják el a donorból Budapesten. A beavatkozás sok recipiens életminőségét javítja, vagy bizonyos esetekben akár életüket mentheti meg. Az Eurotransplantnál a szelekciós lista alapján már világossá vált, melyik páciensnek ajánlják első és második helyen a szerveket. Az allokációs központ munkatársa éppen felhívja azokat a transplantációs központokat, amelyeknek szánják a szerveket. Ich rufe an mit einem primäres Herzangebot für Spender 155. A szívre, hasnyálmirigyre és májra már találtak lehetséges recipienseket Magyarországon, a tüdőre pedig Ausztriában. A vesék esetében először a szövet tipizálást kell végrehajtani a donornál, és ezután történhet a párosítás. Veseátültetéseknél a vércsoporton kívül egyéb szöveti tulajdonságok is nagyon fontosak. Hogy ez megtörténjen, a donor szöveti tulajdonságait határozzák meg. Ezt HLA-nak, vagyis humán leukocita antigénnek nevezzük. Ez a meghatározás a várólistán található összes lehetséges recipiensnél már korábban megtörtént. A párosítás csak azután indulhat el, hogy a donor HLA típusa ismert. Este 11 órakor a szervallokációs központ esti műszakja átadja a feladatait az éjszakai műszak dolgozóinak. Az este folyamán az osztrák és magyar transplantációs központok elfogadták a szervfelajánlásokat. Alapvetően fél órájuk volt erre. Ez időtartam alatt kellett felvenniük a kapcsolatot a potenciális recipienssel, és meghatározni, hogy megfelelő-e számára a felajánlott szerv. So die Entnahme ist jetzt definitiv 3:30 heute Nacht. Közben elkészült a szövettipizálás. Most már a veséknél is el lehet indítani a párosítást. Ez azt mutatja, hogy a HLA egyezés és egyéb kritériumok alapján, mint például a várakozási idő, első helyen Magyarországon és Németországban találtak lehetséges recipienseket a vesékre. Az azonban, hogy konkrétan melyik vese marad Magyarországon, és melyiket szállítják Németországba, az úgynevezett keresztpróba vizsgálattól függ. A keresztpróba vizsgálatra itt kerül sor. Minden Eurotransplant tagország rendelkezik minősített laboratóriumokkal, ahol a HLA tipizáláson kívül a beteg ellenanyag szintjét is meghatározzák. A várólistán levő vesebetegek orvosai 3 havonta elküldik a betegek vérét a 8 Eurotransplant ország minden laboratóriumába. Ha egy donor vese elérhetővé válik, a donor sejtjei és a lehetséges recipiens vére közvetlenül összevethető egymással, vagy keresztezhető a laboratóriumban, a donor régiójában. Ezt nevezzük keresztpróbának. Ez határozza meg, hogy a betegnek vannak-e olyan antitestjei, amelyek negatívan reagálnak a donor vesére. Ha nem lép fel semmilyen reakció, a keresztpróba vizsgálat negatív és végrehajtható a vesetranszplantáció. Mivel a vesét abba a kórházba szállítják, ahol a recipiens található, egy utolsó keresztpróbát hajtanak végre, hogy bizonyos legyen, nincsenek jelen ellenanyagok a vérben, amelyek kilökődést okozhatnának. Ehhez a későbbi, még szélesebb körű keresztpróba vizsgálathoz friss vért vesznek a recipienstől. Miközben egész Európa alszik, a szervallokációs központ teljes erőbedobással dolgozik. Éjjel 1 órakor új donor jelentés érkezik, amelyet az egyik munkatársuk el is kezd feldolgozni. A magyar donor szervei körülbelül másfél órán belül lesznek eltávolítva. Egy sebész Magyarországra repül csapatával a tüdőért. Helikopterrel szállítják vissza Ausztriába. A Németországba szánt vesét repülővel szállítják. Annak érdekében, hogy minél inkább leegyszerűsítsék a kommunikációt, a donor szervezet és a recipiens kórházak munkatársai koordinálják a szervek elszállítását.
Az Eurotransplant felügyeli és segíti ezt a tevékenységet, ha szükséges. Az Eurotransplantot egy holland professzor, Dr. Jon van Rood alapította 1967-ben. Goedemiddag, u spreekt met Ellie van der Vecht van Eurotransplant in Leiden. Goedemiddag. Ik heb een nier aan te bieden. A több évtizedes tapasztalatok egy a transplantációs orvoslás szempontjából fontos tudásközpontot eredményeztek. Az Eurotransplant a várólisták, donoradatok és transplantált betegek leleteinek terjedelmes adatbázisait kezeli. Ennek eredményeképpen az Eurotransplant szakértői képesek pontos elemzéseket végrehajtani és szakmai következtetéseket levonni. Az említett vizsgálatok eredményeit szakértői bizottságok használják fel, hogy folyamatosan javítsák a transplantációs eredményeket és az allokációs szabályokat. Amikor összegyűjtjük a szakértelmet, mindig egy nagy cél vezérel bennünket. Hogy biztosíthassuk, hogy a transplantáció még sikeresebb legyen, hogy ezáltal egyre több és több ember életminőségén tudjunk javítani. A szívet, májat, hasnyálmirigyet és a veséket a megbeszélt időben eltávolították a donorból. Közben a vesék keresztpróba vizsgálata kedvező eredményt mutatott. Most az összes szervet elszállíthatják, és új életet kezdhetnek. Ez az eset a végéhez közeledik. Csak akkor ér véget, ha az Eurotransplant értesítést kap, hogy a transplantáció megtörtént. A transplantáció után még figyelemmel kísérik és nyomon követik, hogy a recipiens szervezete mennyire tudta befogadni a szervet, és az hogy működik. Ma éjjel több beteg életét is megmentették Magyarországon, Ausztriában és Németországban. És ez az Eurotransplant legfontosabb célja. Életmentés vagy jobb életminőség biztosítása azoknak a betegeknek, akik néha éveket várnak egy-egy donorszervre. A szervallokációs ügyelet munkatársainak azonban nincs sok ideje elkönyvelni a sikert. Egy holland donor szerveinek allokációjával vannak elfoglalva. És ahogy eljön a reggel, már meg is jelent a képernyőn egy új donor jelentés. Eurotransplant. Az együttműködés életeket ment.